Köszi, ez most nagyon igényelte a videó felvétel. A filmet földezed. Azt meg lehetőleg bele a... Nem fog belesni, mert tapasztalat is rutin. De jó színe van. Fú, bazd meg. Körülbelül, mint a kőolaj. Csak egy kicsit fölütve ilyen csili... Hát szerintem ez használt motorolaj. Igen, igen, használt motorolaj. Izét. 5V30. Tényleg, miért nem az a neve ennek a levesnek? 5V30? Aha. Nem tudom. Hát nem nincs állító. Na jó, következik az enyém, mert azt még nem főztük le. Na mi van, te bádog ember? Van velük egy aranyember. Kivel? Fejére borított egy műanyag papírkosarat. Az igen. Ne, ne nyíts meg a Skywalker, Lajos. Te kutyámajom. De. Itt ugat egy... Nem is ez egy kutya. Nem is kutya. Na. Ha nem kutyámajom. Azaz, egy kutyámajom. Egy kutyámajom. Egy ógreg és dzsuvakka... Keveréke. Ógrakka keverék. Itt neki. Van, itt van a gyilok tészta, a gyilkos tészta, csak ez nem a bálna, ez a tészta. Ez nem kell most ide, mert ez egy másik történet. Tegyek neked még csipi? Mi? Honnan? Van de. Még? Mit akarsz bele? Akarsz köpni? Nem. Jáj, nincs elkeverve az alján rendesen. Hát azért keverem el neked. Basszus. Hogy jó finom legyen. De ilyet senki nem kért tőled, hogy ilyet tegyél ellenem. Hogy azért bírjad. De tényleg miért? Ah, basszus! Nem, mert én lemostam egy izét. Egy kimostam a zacskót is vízzel. Igen? Nálunk? Persze. De jó. Vésked, nekem kell az összes csípős. Nem azt mondom, hogy nem azt a zacskót, de teljesen mindez most már. Figyelj, a kép az elvileg elfogadható. Jó, akkor fogadjuk el is. Fogadjuk el, ez és van. Együtt meg. Még hogy meleg. Hát úgy lesz, szerintem menet közben le fog esni a telefon, annyira csípős lesz. Az ilyen. Ugye a telefon el fog füstölni, barátom. Hú, de nem, most én itt jártatom a számot, aztán úgy egy csomóannak nem jelent problémát egy ilyen kétszeres csípős téma. Hoztam hozzá egy hideg kávét, meg hoztam ki a tejet még, a kávét föl lehet önteni a tejjel, ugye? Nem, mintha ez amúgy nem volna teljes. Vagy csak ebből önts bele a tejet egyszerűen. Szoktak olyat. Szoktak olyat. Gyengébb fegyvere. Ezt most mondták ott a rámenezőben. Ahol voltunk a Ramival. Na jó. Akkor jó itt vágy a Skywalker, Lajos. Akkor kezdhetjük? 3, 2, 1. Hogyha le lehetne venni belőle egy akkora falatot. Időre esszük, vagy hogy? Nem. Miért nem? 5 perc alatt meg kell lenni. De az kell több szenvedés, ha lassabban eszed. Nem? Nekem nem szenvedés. Na jó van. Egészség. Egészség. Elején finom, igen. Mondjad. Semmi. Ó. Még az eső is elerett, amúgy. Ó. Nem? Nem bírja. Végig nyalta a nyelőcsövemet már. Ó. Még a szám közepén ezt a sebet is marja. Hát figyelj. Viszont a tiszt az még mindig nagyon finom. Megmondom őszintén, még egyelőre nem olyan vészes. Igen? De egyelőre direkt lassan eszem, nem viszem túlzásba. Most az lesz a szívás, hogyha kibírom. Tehát, hogyha nem lesz elég. Tehát, hogyha nem lesz olyan gáz. Igen, most nekem is megcsípte a torkomat. Uh-huh. Az első nyelet, amire csúszik, torkodom, az megbassza. Jaj, bocsánat! bocsánat! Hülye, hát már letettem a kezemből. Oh. Na milyen? Uh-huh. Hogy érzel az agyaim?
Amúgy. De nem orbasz, hogy a tésztát. Pedig úgy jobb. Nem, ezt az a baj, ezt ki lehet bírni. Ez még nem a gyilok. Ez még nem a gyilok. Ez is amúgy rendesen izé van. A száma csípi, de amúgy semmi. Nekem is a száma. Én valami olyat akartam, hogy tényleg már ezt annyira szenvedjek, majd, hogy ki kell hívni a mentőket, vagy valami, érted? Vissza kell menni gyarmatra háromszorosé? Ő megette. Nekem még ennyi van. A fele köbö. Látszik a fejemben azért, hogy... A kurva... Oda megy zsebkendő! Szipogja, hagyj fájjon! Jó, oké. Ez most sok. Cigiznél? A túlcsa lesz jobb. Extra effektek ott a kamerába. Már fiók. 3 perc alatt megettem. Már nincs sok. És most jön az, hogy 5 percet még ki kell bírni. Csak többet enni ne kelljen. Most van 10. Ez a jó vereség. Na, 10, és akkor 15-ig nem jutott tovább. Hülye, folyik a taknyom, a könnyem, a... Fog meg a fejem? Látom. Ver a víz, bazd! Hát, nem tudom. Mennyi van? 10. 15-ig bír ki. Basszus! Most jön az, hogy ideges leszek. A nyád! Szédülök, baszd meg! Kajakra szédülök. Figyelj, 3 perc alatt megettem, úgyhogy semmi nem hozott ki belőlem. Négy perc van még hátra. Várjál. Az igen. Minden egyből. Hülye, a hideg levegő hűti a fejemet az izzadsággal együtt. Csak csípőset eszünk! Semmi különleges nincsen, csak csókolom! Csókolom! Azért kiabálunk, mert csípőset ettünk! De nagyon csípőset! Hát csak tök jó. Én vagyok. Elektromos cigaretta. Ekkora. Nem tudom amúgy, lehet, hogy kellett volna még rányomni bentre a hűtőbe egy kicsit. Az arcomat azért megmutatom, jó?
Én azért válaszolok. De zavar. Na, eljött a pont, amikor elkezd csillapodni. Azt a rohadt élet. Ez nagyon jó volt. Finom volt. Ez rohadt jó volt. Finom volt, nagyon finom a tészta. Ez jobb, mint egy hullámvasút. Mennyi van már? 13? Aha. Nem tudom, hogy... Elején amúgy furcsa volt, mert kicsit így csípett a torkomnak, de most már nem. Nem bírok válaszolni. Tudod, milyen volt? Mint a hegyes erőt. Nem bírok válaszolni. Annyira csípi a szádat? Aha. Nagyon jó. Összecsukom valahol és égeti. Kegyetlenül. De alig látok, érted? De az elég szépen remegsz is. Nem. Miért remegnék? Hát a szád az remeg. Elvonási tüneteim vannak. Jaj. Egyél még egy csípőset. Egy napra ennyi elég. Holnap azt úgyis még kifele is marni fog. Azt a rohadt élet. Kár is leöblíteni, de lefogom. Még a fejbőröm is mindenhol ízad. Ígyünk rá egy ízét? Incénsavasat? Nem. Nem jó. Gumi íze van. Mire? Már próbáltam. Tudod mi a baj? Van egy furt fogam, és a tészta beleáll, és nem bírom kiszedni jelvel. És még mindig ott van, és mar. Nekem is itt van. Holkas fogamba. Most időztem le. Ha kijött? Hogy nem? Mennyi van már? 14. Ne izgulj már. De amúgy 16-kor élne csak, mert akkor biztos az 5 perc. Jó, akkor 16, 15. Na. Tessék, magad ellen beszélsz. Kibírom már, tehát már csillapodik. Igen, ez egy jó challenge. De... Az a baj, hogy én ilyen piskótának érzem magamat, mert most oké. Okay. Vagy talán ez is úgy működik, mint mondjuk van az a csávó, aki a magasugrással próbálkozott, és akkor először kezdett egy 3 méterrel, aztán 4 méter, aztán a végén már majdnem ilyen 70 méter magasból leugrott, vagy 100 méter, vagy nem tudom. Ilyen sziklaszírtről le volt mérve, hogy milyen magas, de lépésenként csinálta, és mindig egyen nagyobbat, mindig egyen nagyobbat, nagyobbat, nagyobbat. Tehát, hogy ez is működhet így, vagy van egy ilyen beállítottság az embernek, és annyit bír el, ilyen csípősből, amennyit. Én egy zsebkendő, nagyon kéne. Jó volt. Jó, jó, ez egy pszichedelikus élménnyel ér fel. Ez olyan, mint mikor beveszed a pszichedelikumot, és bármi meg is és ha tudod, hogy ha beveszed a pszichedelikumot és bármi megtörténhet, akkor bármi meg is fog történni. Na, hát már lehet. Hűen 4 kiló taknot nyeltem most le. Az gyönyörű az. Ebben olyan kapszaicin a hatóanyaga? Vagy mi? Benne van. Mindjárt megnézem, hogy ez a bulldog, hogy ez mi ez a csípős neki. Hú, de jó. Úristen. Hú, hát én nem megyek be zsebkendőn, mert akkor le kell kapcsolnom a kamerát. De ezt azért mégsem nyilvánosság előtt fogom csinálni. Ez sok volt. Van benne egy körülbelül 2 perc. Vagy 3, amit olyan nehéz elviselni, a végénél.
Amúgy ezt a fajta tésztát, meg a gyülekezetben adta nekem az egyik testvér, nővér, hogy mondjam, mert hogy nem férfi. És az is, azt hiszem az is buldak volt, de akkor még szerintem az kimcsis volt. Kimcsis buldak, és azt mondta, ez nagyon csípős. Azt nem mondta, hogy van ilyen is. Megettük? Megettük. Tehát akkor ez a legutóbbi ilyen rámenezős videó, ez legalább megindított egy ilyen úton most minket. Rájöttünk, hogy ez egy nagyon jó elfoglaltság. És ebből sportot lehet űzni, mint ahogy már mások is csinálják, tehát semmi újat nem követtünk el. De hát nem is azért youtubozik az ember. Hanem tesztelésből. És ebbe azért most... Igazából most tettük normálisan, mert itt van, hogy hogyan kell elkészíteni pontosan. Igen. Hogy le kell szűrni a tésztát. Hangosabban mond egy kicsit. Le kell szűrni a tésztát, és egy-két percig fontosan kevergetve, ahogy én csináltam. Igen. Hát mondjuk a végén lehet csak keverve egy kicsit. Igazából ezt még lehet fokozni olyanok, hogy két darab tükörtojás, frissen szeletelt uborka. Uborka, az nem elveszi a csípőségét? Nem tudom, meg virslit is lehet beletenni, és úgy állítólag még jobb ízt hoz ki, de... Az való igaz, hogy ezeket a leveseket amúgy sportszerűen lehet turbózni, mint ahogy a rámenezőben is lehetett. Ott és... ilyen, volt ilyen tofu, haltortább volt, vagy négy fajta, vagy öt fajta... Mondjad? Bocsánat. De sem. De ez itt... Ide van írva, hogy ezt a szósz korábban hagyományosan sült csirke ízesítéshez használják. Egy kicsi buldog szósz csirkére, hogy menjen. Azért vakarom a vállamat, mert megégettem. Az túlzás lenne mondani, hogy leégtem. Mert végül is, hogyha az igaz lenne az én esetemben, hogy leégjek, akkor nem egy folt lenne a vállamon, hanem gyakorlatilag csontporrá kellett volna égek. Ha minden igaz, akkor narancssárga habanéró paprikával készül bele a szósz. Az igazat mondhatsz, mert az előző videó alá volt egy kommentelő, aki mondta, hogy a lime-os, az habanéró lime ízesítés. Aztán jöttek ezek az emberkék, akik azt mondják, hogy miért adok én ki 3000 forintot egy levesre, mondjad. Közben utána néztem annak is, hogy ez a Scoville skálán 100 000 is. Mi? Hogy milyen erős ez a... Scoville skála 100 000 és 350 000 Scoville egység SHU között található. Így körülbelül 76-tól csípősebb, mint egy átlagos jalapenyó. Oho! Na és most elmondom neked azt, hogy én megkóstoltam. Barátnőmnek a apjánál ezt a habanéró paprikát? Nem. Kérlek szépen a moruga skorpión paprikát, ami a 2 millió erősséget képviseli. És bírtad? És megettem. De nem lettél rosszul tőle? Nem. Nagyon finom íze volt. Kicsikét van. Az mondjuk ilyen fűszer, illetve minek mondják, ez ilyen szósz összeállítás volt. Csak egy ilyen kicsi 3 g-os üvegcsébe volt benne maga a szósz. Aha. De amúgy lehet, hogy azért, mert hogy ez ilyen kicsikét ilyen citromos bőtése volt nekem, mikor kóstoltam. Neked egyedi ízérzéked van, azt hagyjuk meg. Néha te érzel olyat, ami nincs ott. Hát lehet azért, mert annyira csípett. De... Neked pszichedelikus az ízérzéked. De nem volt az, hogy nem eszem meg, nem jó, nem finom. Hanem rákented a húsra, mint ahogy szokták az öregek, villa megfordít bele, rá a húsra. Nagyon finom volt, de hogy mondjam, ez, akárhogy is nézzük, ez jobban mart, mert az nem mar, az tulajdonképpen az így hozzáér a nyelvet és kész, robban. Igen, olyan, mint a wasabi. azért mondom, nem, így a hatás feljövetele és lemenetele értve, mert igen. Ahogy így jön a wasabi, az így hirtelen mar, hirtelen... Csak az folyamatosan épül, szóval nem az, ami ennél, hogy elér egy bizonyos szintet, és kész, hanem az így
ez így elindul fölfel, még megy, megy, és akkor eltelik, mit tudom én, egy 5 perc, és akkor így érzed, hogy ja, hogy amúgy már így kéne inni egy kis tejet, de, de nem, mert nem látod, hogy hova megy. Szóval az a 2 milliós, az, az nagyon jó volt. Ha. Amúgy, hogyha nagyon, nagyon izé lennék, de én nem tudom, egyáltalán beszéljek-e róla. Tehát, hogyha tényleg én is kipróbálnám azokat az igazi challenge-es chipseket, például a Reaper-t vagy ilyesmit. Na, olyat például lettem azt az egyszemeset. Aha. És mindenki nagyon ízélt, hogy... A Reaper hogy, az elvileg az ilyen hogy, pufi, ne mondjál hülyeséget. Az ilyen pufi. De én a chipsről beszélek, a challenge-ről, arra az egyesről, de én olyat próbáltam. Aha. A régit nem, mert azt már nem tudok venni. Aha. A izét azt próbáltam, azt oroszival adta egy nagyon jó barátom, hogy együk már meg. Hát de mondom, miért együk meg? Mondom, hát adod el, és akkor kipróbálom, hogy milyen, te meg na, veszel még egyet. Arra vagyok kíváncsi, hogy bocs, mondjad, mert mindig az is olyan volt, hogy így elkezdted enni, és épült. Aha. Szóval nem azzal, hogy egyből volt, hanem épült. Hát ez se azonnal csinálja a dolgát, ez, ennek kell egy a 3 perc, mire igen, bedúrra. Igen, igen, igen. De az meg lehet tenni, szóval az tényleg jó volt. Azt tudnám menni egy zacskóval, például. Jó. Egyedül. Szem is. Egyed. Arra vagyok nagyon kíváncsi, hogy amikor Isten teremtette a csípőset, akkor mire gondolt? Én lemerem fogadni, hogy ő amikor teremtett, tudom, hogy te ezeket így nem fogadod el, de mi attól függetlenül most szeretnék róla beszélni, tehát, hogy amikor teremtette, akkor ezek a képkockák végigmentek, és lezajlottak előtte, szerintem hogy na ezek volt, az emberek majd még az asztalnál fognak ülni, így fognak csinálni, és ilyen, itt ez fogja majd okozni, kibaszás. Hogy... Kibaszás. Nem, már a csípőset te magadnak döntöd el, hogy meg elfogyasztod-e. Jó. Tehát ez nem, ez igen. Miért lenne kibaszás? Szabad akaratot kaptál. Hát... Szabad akaratodból eszed a csípőset, igen. Vagy nem eszed. Tehát, ez... De ez egy érdekes dolog. Szerintem megbeszéltük a dolgokat, szerintem ez egy kompakt videó lett. Igen. 318-as, dízel. Úgyhogy elköszönünk. Jó. Jó? Folyt köv. Igen, majd a 3-szorossal. Akkor ez 218 volt. 218. Na, sziasztok!